A hosszantartó hőség után megérkezett a sokak által várt lehűlés. Az ország nyugati részén esőre ébredtek, most arra a középső ország részben is sok helyen esik. A meteorológusok arra figyelmeztetnek, hogy kiadós eső és viharos szél vethet véget a kánikulának. Tegnapig mentek a klímák a lakásokban, ma viszont a Dunántúlon már nem is melegszik, 20 fok fölé a hőmérséklet, sőt, a folytatásban még hűvösebb lesz. Hétvégén éjszaka helyenként 10 fok alatt marad a hőmérséklet. A mostani egyébként az évszaknak megfelelő időjárás. Na, akkor meg leengedjük Télárbóca, hogy csak kilássak, hogy ki jön hozzá. Szinte minden redőnyt le kellett húzni még szeptember elején is, hogy a szobák hűvösek maradjanak, mert akkor a hőség volt hetek óta. Ez a szegedi nő minden nap besötétített. Néhány nappal ezelőtt még 36 fokot mutatott a telefon kijelzője a Baranya vármegyei Bodán is. Aszály sújtotta a termést, de rég nem látott hajóroncsok is előbukkantak. Eddig soha nem volt ilyen meleg. Július közepén 6 napon át naponta megdőlt a melegrekord. A hosszantartó hőség már az egészséges emberek szervezetét is megterhelte. Nem csoda, hogy most sokan örülnek a borús, esős őszi időnek. Győrben már reggel előkerültek az esernyők, a kültéri hőmérő mindössze 19 fokot mutatott. Nagyon-nagyon vártuk ezt a lehűlést, és nagyon jól esik ez a kis eső. Csak az a baj, hogy elszáradt minden vetemény. Ez a 3 hónap, ez nagyon kemény volt. Több helyen alakulhatnak ki ma zivatarok az országban, amelyek viharos széllökésekkel érkezhetnek. A Dunántúl északnyugati és nyugati felében 20 mm-nyi eső is eshet a következő 24 órában. Helyenként jégeső is lehet. Az ország nyugati felében a délutáni órákban sem kúszik 20 fok fölé a hőmérő higanyszála. Az eső tehát végigvonul az országon. Szolnokon 2 hullámon érkezett meg a csapadék. Kapcsolunk most kollégánkhoz, Tálas Lászlóhoz. Szervusz, milyen az aktuális helyzet? Szervusz, én is köszöntöm a nézőket, valóban esik, és ahogy említetted, 2 hullámban. 10 óra fel egy 3-4 perces kis eső volt, most pedig viszont már egy 20 percet tart az eső, ez nem azt jelenti, hogy nem párolog el rögtön, viszont valóban én most kivételezett helyzetben vagyok, hiszen alulról is, felülről is ér a víz. Itt állok a Tisza és a Zagyva torkolatánál a város központban. Azért érdekes ez a hely, mert nagyon ritka, hogy ennyire pici a víz. Kedves nézőink is mindjárt látják a Tisza hidat, a Szolnoki Tisza hidat, melynek vízmércéje már jó ideje kint van a szárazon. Egész pontosan 281 cm, mínusz 281 cm körüli a vízállás, ami megközelíti a 2022-es rekordot. Ez egy fantasztikus dolog, és nagyon ritkán látjuk mi is, de most ez van. Nem is tudjuk, hogy örüljünk vagy ne, inkább most az esőnek kell örülni, ami kitart vagy esik. Az előbb hallottam vidéki tudósító kollégáktól, hogy máshol is hasonló a helyzet, úgyhogy van remény folytatásra. A pici vízről még annyit, hogy a Damjanich János Múzeum régészei a napokban végigjárták itt a Szolnoki vár alatti Tisza szakaszt, és a kisvíznek köszönhetően rengeteg cserepet és különböző fémtárgyakat találtak, ami az elmúlt 1000 évből maradt itt a folyóban. Mit mondjak, nem sokáig szeretnénk látni már ezt a kisvizet, szeretnénk, hogyha emelkedne a Tisza, de van egy félreértés, amit itt gyorsan szeretnék tisztázni. Nem az itt, tehát nem a Szolnokon lehullott csapadéktól függ az, hogy mekkora a folyó itt Szolnokon, hanem a vízgyűjtő területen lehullott csapadéktól, ez pedig a Kárpátokban van. Nem néztem meg, hogy pillanatnyilag ott esik-e az eső és mi várható. Egy biztos, hogyha ott esik, akkor egész biztos, hogy a Tisza vízszintje is emelkedni fog. Zárásképp tehát esik az eső Szolnokon, valóban 20 fok körüli hőmérséklet van, úgyhogy idefelé az autóban már nem a hűtést, hanem a fűtést kellett bekapcsolni. Várjuk a folytatást és a további esőt itt Szolnokon is. Tálas Lászlónak köszönjük szépen!